Köszöntöm a hazai pálya nézőit, mai adásunk igazán ütősnek ígérkezik szó szerint, hiszen főszereplőnk valóságos hurrikánként robbant be a profi box világába, 18 mérkőzést vívott meg eddig veretlenül, és ő most a WBO interkontinentális bajnok a nagy középsúlyban. Kis Máté a mai főszereplőnk és párja Viktória. Sziasztok és köszönjük, sziasztok, hogy befogadtatok ide minket. Most még ketten vagytok, de hogyha jól tudom, akkor hamarosan bővülni fog a család. Igen, most a napokban fog megszületni az első közös kislányunk. Nagyon izgatottak vagyunk, mert életünk első igazi komoly feladata. Azt gondolom, az életben ez a legkeményebb feladat és a legnagyobb próbatétel. Jobban izgulsz, mint egy boxmérkőzés előtt? Össze lehet hasonlítani? Hát igen, ha százalékba kéne kifejezni, akkor most tényleg 100%-osan izgulok. Viktória, te hogy vagy ezzel? Gondolom, te is várod már azért, hogy túl legyél rajta. Igen, nagyon várom, igazából gyakorlatilag foghatjuk, meg Mátének az arcát, nagyon várom. Hát igazából, hogyha ő izgul, akkor én is, mivel hogy rám vár a neheze, úgyhogy utána meg elkezdődik a kis közös életünk. Edzés után hazaérkeztem és vacsorával várt. Úgy csinált, mint a minden rendben volna. Minden rendben, és akkor ahogy az ételt ugye elkezdtem, akkor volt egy felirat a tányéron, és ott derült ki, hogy terhes a feleségem. Szóval azt a kaját nem kellett megennem aznap este, mert nem bírtam egy falatot se. Igen, abszolút tervezett volt a gyerkőc, de még így hatalmas meglepetés. És mit lehet tudni a piciről? Fiú lesz, lány lesz, mi lesz a neve? Kislány lesz és kis Eliza lesz. Volt bármilyen nehézség így a jelenlegi járványhelyzetben, ugye az egészségügy is átalakult? Igazából sajnos így az orvosom nem tudta végigvinni a terhességem. Sajnos most ilyen kicsit hányavetén vagyunk, hogy van orvos, de mégsem fogadott orvos, de minden, úgy állok hozzá, hogy minden rendben lesz. És a járványhelyzetet tekintettel, illetve a terhességre gondolom azért óvatosabban közlekedtetek, ti is, te is. Persze. Igazából boltban nem jártam, itthon töltöttem a kis én időmet, Mátét küldtük a frontba mindig, hogy mit hozzon a boltba. Hát ez sajnos nem nagyon ment neki, de... Ja. Nem, vagy hát, ebben még ott hát, még szokod a... Nem, mert felírt 10 dolgot, abból 3-at jó esetben hoztam, 7 felesleges dolgot, de... Próbálkoztam, igyekeztem. Gondolom azért van már benned egy apa képzet. Természetesen. Hogy kell ezt elképzelni? Milyen apa szeretnél te lenni? Hát a legjobb. Elsődlegesen a legjobb. Megpróbálok mindent megadni neki, de azért szigorúnak kell, hogy legyek. Aztán majd látjuk, mennyire fog sikerülni. De arról van szó, hogy ki kell festeni a körmét valakinek, akkor apa vállalja. Igen, be is nagymester vagy? Igen. Mindig mondtam az asszonynak, hogy az a nő még nem született meg, aki nekem parancsol. Egy kis ideje fog tenni, aztán kislány, amit mond, az valószínűleg úgy lesz. A Csongrád megye rendőrfőkapitányságon dolgozok, bevetés osztályán. Most a járványügy alatt sem volt kivételezés, ugyanúgy mentünk bevetésekre, ugyanúgy dolgoztunk, próbáltuk a legbiztonságosabban végrehajtani, foganatosítani az intézkedéseket. Kesztyű, maszk volt, de hát ilyenkor nehéz teljesen egészségügyileg biztonságos helyzetbe kerülni, de próbáltunk legóvatosabban fellépni. Konkrétan mi most a te feladatköröd, miket szoktál csinálni? Erőszakos bűncselekmények elkövetőit előállítjuk, védett vezetők közreműködésében játszunk szerepet. Rengeteg feladat van, speciális feladat. Honnan jött neked egyébként a rendőri pálya? Mindig is szerettem az igazságot szolgáltatni, meg az igazságot képviselni. Hát ebbe találtam meg a lehetőséget. Volt már esetleg, hogy a box tudásodat kellett alkalmaznod egy bizonyos szituációban? Lehetett volna, de a rendőrségi törvény az elég olyan keretek közé foglalja ezt a ütőrugó technikákat, hogy nagyon ritka. Egyelőre még nem volt rá példa. Hogy
hogyan indult neked egyébként a box karriered? K1, illetve kickbox szabályrendszerbe kezdtem a küzdősport pályafutást. Rövid idő elteltével viszont lehetőséget kaptam, hogy profi boxba is megmutassam magamat, és most itt tartunk. Gondolom ez nem a teljes gyűjtemény azért. Nem, számomra a legfontosabb dolgok. Kint mamánál is vannak még kupák, illetve érmek, de hát nem tudunk mindent egy helyre bezsúfolni. És hát ezeken. Gondolom, hogy ez csillog itt a legfényesebben, ez az öv. Igen, ez, de én mondjuk nem úgy tekintek rá, hogy milyen szép öv, hanem mennyi izzadság és verejtékbe került ez az öv, hogy megszerezzem. De nagyon jó érzés feltekinteni rá, minden reggel megnézem őket, hogy erőt adjon. Romániában volt Aradon egy nemzetközi címmérkőzés, interkontinentális bajnoki cím, és a Finnország bajnokából kellett megvívnom 10 menetbe, és pontozásra sikerült elhoznom az övet. Téged egyébként mennyire motivál az, hogy olimpia? Azt gondolom, hogy a pályafutás csúcsa, amatőr pályafutás csúcsa az az olimpia. Nekem ez eddig kimaradt, de ha lehetőségem lesz, akkor fogok vele élni. Profi pályafutásom pedig egy világbajnoki címmel szeretném majd lezárni. Máténak tényleg nagyon sok szép erekéje van, de talán tényleg, ami nem sporthoz köthető, és egyébként is most a legnagyobbnak számít, az talán ez a kép itt, hogyha ezt megmutathatjuk. Így van, ez a legnagyobb. Pici. És hát ha jól tudom, akkor már gyerekszoba is úgy összeállt. Kíváncsiak voltok. Megnézhetjük ezt. Persze, gyertek. Akkor menjünk. Az összes ismerős azt mondta, hogy aludjuk ki magunkat, még mielőtt jön a kisbaba, de hát mindenki okos ilyenkor. Nagy alvók vagytok egyébként? Hát én azért napi 2 edzés után azért 8-10 órát azért be szoktam húzni. Minimum. Nyilván egy boxolónál, amíg csak maga van, vagy van egy párja, addig azért úgy lazában megy bele bármilyen bunyóba, sérüléseket lazában kezeli. Most, hogy azért család lesz, gyerek lesz, nem tudom, mennyire változik benned ez, illetve mennyire emelkedik a felelősségtudat a sportba. Emelkedik mindenképpen, de ez csak számomra erőt ad, illetve tüzet, hogy van kiért harcolni, van kiért megteremteni majd a házunkat, vagy a lakásunkat, vagy az egzisztenciánkat, szóval most már 2 személyért harcolok. Viktória, te szoktál izgulni Máté meccsei előtt? Nagyon izgulok. Szerintem fel vagy 200-ra a pulzusom, a vérnyomásom, mindenem. Tehát én ilyen, majdnem ilyen elájulós kategóriában vagyok, de ugye eleinte még nem. Nem féltettem annyira, de most már egyre jobban. A vírushelyzet előtt úgy volt, hogy lesz meccs. Igen, májusban volt tervezett meccs, pont itt a születés, vagy a szülésnél. Aztán ott volt egy kis probléma, hogy akkor most meccsről, ha jön a telefon, akkor ringből kell elugranom a szülőszobában, de most a vírus az elintézte, szóval most első a család. Máténak továbbra is tartanak az edzései a járványhelyzet alatt is, újra megnyitott ráadásul a terem a sportcsarnokba, úgyhogy most egy edzésére fogunk elmenni Máténak. Időközben megérkeztünk ide az újszegedi sportcsarnokba, a Szeged Box Club edzőtermébe. A boxolók is szépen lassan visszatérhetnek a helyükre. Máté már nagyban melegít, és közben köszöntöm edzőjét és a Szeged Box Club vezető edzőjét is, Gál László. Szia, Laci! Ugye azt azért elmondjuk még, hogy amikor ez most itt készül, május közepén vagyunk, tehát nagyjából úgy most térhet vissza minden a régi kerékvágásba. Te személy szerint hogyan élted meg ezt a március-áprilisi időszakot? Az első pár nap az még úgy, azt mondom, hogy még jó is volt, kicsit kipihentük magunkat, meg kipihentük egymást.
Aztán csináltunk ugye egy csoportot, és akkor ott tartottuk a kapcsolatot. Most látom, hogy Máté már nem bírja, és már nagyon megy be a ringbe, és csinálja a bemelegítő feladatokat. Az ő felkészülése, vagy az ő programja mennyire alakult át? Tervbe volt véve, meg titkos álmunk, hogy az olimpián részt vegyen a Máté, és tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk lehet, hogy így kedvezőbb is, hogy egy éve eltolták az olimpiát, mert így egy nagyobb figyelmet tudunk az amatőr boxnak szentelni. Ugye most már profi boxoló teljes mértékben jó pár éve, mennyire nehéz egy boxolót úgymond visszahozni amatőr kategóriába? Ugye itt 3x3 perc alatt kell dönteni, hogy ki a jobb, sokkal sűrűbb, nincs akkora lehetőség kivárni bizonyos dolgokat, itt rá kell kényszeríteni az ellenfélre, tehát teljesen más a gondolkodás, teljesen más felfogásba kell boxolni, mint egy profiban. Neked milyen az alapvető felfogásod? Te gyorsabb vagy inkább, vagy nagy ütőerő az, ami a te boxodat jellemzi? Mások megtapasztalásai alapján tudom a Hurikánhoz hasonlítani magam, hiszen az edzéstársaim mindig azt mondják, hogy megyek, és mindent gyorsan el akarok venni tőlük, akár kondiba, akár mindenbe, úgyhogy magamat is így látom, hogy erőszakos, rakkolós, bunyósnak érzem magam, és próbálom az ellenfeleimre ráerőltetni ezt az őrült tempót. Jobban szeretsz egyébként így egyedül kettesbe a terembe? Nem. Vagy hogyha itt vannak a srácok, azért az úgy... Sokkal jobb. Aha. Több beszélni. Nem, húzzuk egymást. Gondolom azért valamilyen szinten már példaképként néznek rád. Nem tudom, hogy nehéz-e megküzdeni ezzel, vagy abszolút, nem? Abszolút. Főleg azt szeretem, amikor le akarják tőni a szarvat, akkor mindenki le akarja tépni a fejem, de ez a jó, mert húzzuk egymást. Te gondolom, még nem nagyon sikerült megszorongatniuk. Dehogy nem, de hazudnék, ha azt mondanám. Van, mikor 2-3-an rám jönnek, akkor baj vagyok. Amikor jön vissza, akkor lépsz le. Akkor forogsz le. És úgy ütöd meg. Jó? Tehát először, amikor elindítom, akkor forogsz, úgy, és megütöd, azaz. Tehát ott figyelj a nyitásra, a védekezésre. Igen, a másik meg. A másik meg, amikor jön vissza, akkor már kevesebb időd van, mert ugye itt van a zsák, igen. És amikor jön, akkor lépsz be, és megállítom. Box felfogásban az van, hogyha ha valahol megütnek, akkor az egy figyelmeztetés. Ha nem üt meg olyan erősen, hogy segre ülj, magyarul, Akkor ott valamit rosszul csinálta. Tehát, hogyha kétszer eltalálom a fejét ugyanott, akkor neki abból már azonnal ezt tudnia kell, hogy ott valami nem jó, és oda kell figyelni a védekezésre. Tehát azért is van az, hogy odaütök, hogy ő igazolvalása, hogy mit tudom én, mondjuk, azt mondjuk, hogy sokszor elsik a balkezed, ezért odaütök mindig, hogy ő védekezzen, hogy figyeljen oda a védekezésre. Az is volt az a társzana. De jó, fájtél, fajtél. Aha. Nézzük, mehet egy a bal, bal jobb. Köttél? Képen ütél? Ja, igen. Ez volt most a Tyson, hogy visszatért ezt az ütés kombinációt csináltam. Igazán ugye itt ezeknél az egyik az, hogy igen, hogy olyan izmokat építsen, hogy el tudja viselni. De igazán mentálisan is, hogy tudja azt, hogy képes vagyok elviselni ilyen izét, hogy mit tudom, egy medicinlabdát rám zúznak ilyen magasról. Kaptál már olyan ütést, ami után egy kicsit eltántorodtál, megrémültél. Hogyne, van, mikor be is szorul a levegő.
De el kell rejteni az összes fájdalmat a ringben, mert ahogy egy pici gyengeséget mutatsz, az a harcos ösztön az olyan, hogy egyből a... Szépen ütött. Gyönyörű. Nagyon szép a technika. Érjél vissza te is. Az milyen érzés, hogy amikor tényleg gondolok, te itt vagy a ring mellett közvetlenül, mikor meccs van, és mondjuk ide, vagy a Máté szól ide valakit, vagy ő szorul be, ha mondasz neki valamit, azt ő meghallja ilyenkor, meg. Van egyfajta bizalom, és figyel rá, hogy mit mondok, és természetesen tehát lehet, hogy kívülről azt mondják, hogy jobban, vagyis hogy kívülről jobban lehet látni ezeket a dolgokat, hogy esetleg mit hibázik az ellenfél, vagy mi kellene javítani, de abszolút ez fontos, tehát a kapcsolat elején úgymond, az mindig gyere be. A kapcsolat elején az mindig fontos, hogy a gyerekek igenis, hogy hajtsák végre, amit kérünk tőlük. Igen, ez egy kicsit nagyobb. Aha. Ez 12 unciás. Nem, versenykeztük tulajdonképpen a 69 kilótól boxolnak 12 unciásba, alatta 10 unciás. Ez a, ugye ebből adódóan a mérete is a kesztyűnek, meg a súlya. Tehát minél nagyobb uncia, annál nagyobb a felület. Ez az. A jobbkezes vagy, akkor bal lábad van elő, a gyengébb között van elő. És akkor igazából ilyen földbe szeljek kezdem, és akkor egy picit ilyen játékos. Hát én csak itt szurkálok. Okay. És közben kéne ugrálni. Aha, igen. Ne üssél vissza a végvágban. Ja, nem, de állasz, és akkor próbálsz fel. Vagy... Nehogy egy paraszt engem eltalálni. Igen, nehéz egyébként, mert aki nem jártas benne, ugye az olyan mozdulatokat csinál, ami nem boxolós, és ugye meglepheti az sokszor. Igen. Sokszor azok tudnak meglepetést okozni, akik... Látod, ez a félelem az ütéstől, hogy egy picit megrémülsz, hogy nem tudsz vele mit kezdeni. De már háromszor felbőtött volna legalább, hogy hallottad. Azaz. Csináljátok egy kis gyomrodást, próbáljátok ki? Üsd a Mátének egy gyomrát. Tiszt. Hogy üssél oda erősen, amekkorán csak bírsz. Hát, jobban falad is. Jobban is. Állad. Óriás. Állad. Nem fáj? Nem. Fordítva? De hát ez csak nagyon. Állad. Be kell feszíteni, és ha befeszíted, kifújja. Állad. Görnyedj be egy kicsit. Hogy mindig? Húzd a kezed, mert ugye ezzel tudod így védeni. Szabályosan ugye a boxba, ott van a boxgatya, ugye ott az öv, az öved itt van, amit ő fölött lát, oda üthet szemből. Aha. És ezt kell védened. És ugye, ha nagyon egyenesen vagy, akkor egy nagyon nagy részt nem tud védeni. Hát azért be kell görnyedni. Ha kezdjük, oda kell húzni a fejedet, előre tartod, akkor ő mögé fog ütni. Tehát sokan tudod, le akarják fogni a kezét, az nem fog sikerülni, és akkor beüt mögé. Tehát inkább, mint egy páncél, behúzod, vagy egy pajzsot. Behúzod, és pajzsként használod a kezed, úgy könnyebb védekezni. Aha. Na jó. Viktor, vagy nekem mondod a... Jó, hát majd ahol látom éppen. Gyerünk. Ahol, gyerünk, próbálj, ahol. Hogy jön neki? Azt gondolom, hogy ez egy elég komoly kiütés volt. Köszönöm szépen, mert ez tényleg egy hatalmas élmény. És hát láthatják, hogy Máté elég jó erőben van, nagyon könnyen kiütött. Reméljük, hogy a következő ellenfeleddel is így el fogsz bánni, akár az olimpián, akár a profi szinten. Úgy legyen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy beengedtetek minket ide, és kicsit közelebbről megismerhettük ezt az egyébként nagyon kemény szakmát. És hát kitartást és sok sikert kívánunk nektek. Köszönjük szépen. Köszönjük. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm.
Remélem, hogy jól érezték magukat. Én biztos. Lehet, hogy elmegyek a sürgősségére is, ha éppen nyitva van. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!